2012. július 2-án szombaton reggel 8 és este 6 óra között lesz a TESZED nap, és szeretnénk azt, hogy minél több ember tudjon erről a fontos kezdeményezésről, járja be a híre az országot, és sokan vegyenek részt a környezetünk rendezettebbé, tisztábbá tételében. Ez azért is fontos, mert Magyarország akkor dicsekedhet rendezett közállapotokkal, hogyha kül- és belterületeink egyaránt tiszták, hogyha összeszedjük a szemetet, nem dobáljuk szét, egyfajta nevelő hatást is el tudunk ezáltal élni. Ebben az évben partnereinkkel, a Belügyminisztériummal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel, az Országos Polgárőr Szövetséggel és a MTVA-val együtt a Vidékfejlesztési Minisztérium indítja az akciót. Várjuk önkéntesek, önkormányzatok, társadalmi szervezetek jelentkezését egyaránt. Az ember életminőségét gyakorlatilag a környezete határozza meg. A környezetünk rendje, amely kezdődik a lakásunkban, az udvarunkban, az önkormányzat területén, ahol élünk, és az egész országban. Szedd te, ez a mozgalom jelszava. A Belügyminisztérium azt mondja, szedjük mi is. Ennek megfelelően tevékenykedünk, és részt veszünk ebbe a mozgalomba. Részt veszünk a vízügyi igazgatóságok segítségével, részt veszünk a Start munkaprogram keretén belül, ahol mintegy 3750 munkatársunk fog segítséget nyújtani az önkéntes jelentkezőknek. Biztosítani fogjuk a hátteret a gépjárművekkel, a markológépekkel és a Polgárőr Szövetséggel való együttműködésünk tekintetében, viszont a rendet is, hogy honnan, hova kelljen szállítani, és ez a szállítmány célhoz érjen. Tehát egyértelmű, szedte, és szedjük mi is. A közmédia 1993-ban, tehát jó régen vállalkozott első ízben arra, hogy országos nagytakarítási akciót hirdessen a maga szerény, ám azt lehet, hogy hatékony média eszközeivel. Én azt hiszem, hogy ez a mostani kezdeményezés, ami mögé három minisztérium is odaállt, a sokszorosa, és reméljük, hogy az eredménye, a hatékonysága és a sokszorosa lesz annak, amit egy média kezdeményezés önmagában kiválthat, de egy még oly jól megszervezett országos program sem juthat el a nagyközönséghez a média közvetítése, a média támogatása nélkül. Mi úgy döntöttünk, hogy klasszikusan közszolgálati média feladat ennek az eseménynek a propagálása, a nyomon követése, a haszna, a célja, tehát mindannak az egész emberi oldalának a bemutatása, ami azt hiszem, hogy egy akciónapon túlmutathat, és hozzásegítheti az az embereket, hogy a szüke pátriájukban valóban folyamatosan szemétmentessé tegyék a környezetüket. A TESZED a kormányzásunk egyik legsikeresebb akció és legsikeresebb márka neve is. Ezt nem csak a számok, adatok bizonyítják, hanem például az is, hogy társadalmi célú kommunikációban aranydíjat kapott az elmúlt évben a TESZED, és több tucatnyi egyéb program és projekt pályázott erre a címre, de mégis a TESZED kaphatta ezt meg. Közel 160 ezer ember volt, akinek meg kell, hogy köszönjük, hogy az előző évben sikeressé tették a TESZED akciót, hiszen mi összefoghatunk minisztériumok vezetői, és nagyon jó akciót találhatunk ki, de semmire sem megyünk, hogyha ez nem találkozik az állampolgároknak az érdeklődésével, ha nem lesznek szövetségeseink, ha nem működnek velünk együtt ebben. Ez a 160 ezeres szám megmutatja mindenki számára, hogy igenis van értelme a közös cselekvésnek, mert nagyon sokan gondolják úgy, hogy igényesebbé, tisztábbá kell tenni a környezetünket. Mindez 1000 helyszínen valósult meg az elmúlt évben, és engedjék meg, hogy megköszönjem annak a 156 vállalatnak, aki tavaly csatlakozott a TESZED akcióhoz, annak a 403 civil szervezetnek, aki szintén az önkéntes központ alapítványon keresztül csatlakozott ez a TESZED mozgalomhoz, és annak az 551 közintézménynek, amelynek a dolgozói, akár hogy miniszter úr említette, infrastruktúrával, akár kétkezi munkával hozzájárultak ehhez a sikerhez. Csak így tudott 106 ezer ember összefogni, és a szemetet, ami hát itt több ezer tonnáról beszélhetünk, eljuttatni legális lerakókba. Voltak extrém példák is, ugye nem csak mezőkön, réteken és utak szélén szedtünk szemetet, hanem voltak búvárok, akik a Balaton mélyéről hoztak föl szemetet, voltak ipari alpinisták, akik a Gellért-hegy szikláiról gyűjtötték össze a szemetet. Ez mind-mind azért fontos, hiszen egyik rész az a több ezer tonna, amit mi elszállítunk a hulladék lerakókba, de még fontosabb a szemléletformálás. Ennek az akciónak nyilván két irányú szemléletformálás is a célja, az egyik a környezetvédelmi, a másik pedig az önkéntességgel kapcsolatos. Én azt kérem önöktől és mindenkitől, aki figyeli a TESZED,
Teszedet, hogy menjen fel a teszed.hu-ra, a Facebookon lájkolja, kövesse a Teszedet, a Twitteren kövesse a különböző csiripeléseket, bejegyzéseket, és minél többen, 160 ezeren civil szervezetek, köztisztviselők, kormánytisztviselők, baráti társaságok legyünk részei Magyarország eddigi legsikeresebb önkéntes akciójának. A Teszed, mint szemlélet formáló akció, egy kezdeményezés, amit a tavalyi évben próbált meg a kormány elindítani, és amelyik mögé egy egész szervezet, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség állt föl tavaly szeptemberben, és immár ebben az évben megpróbálja ezeket szervezet formában, ezeket az akciókat az év során végrehajtani. Mindezeknek a feladatoknak az ellátására az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség úgy gondolom, hogy a minisztériumok segítségével meg fog felelni. De fel kell hívni rá a figyelmet, hogy egyetlen nap alatt nem lehet Magyarországot kitakarítani, tehát ez egy nagyon fontos kezdeményezés, de mindnyájunk számára fontos, hogy ne csak ezen az egy napon szedjünk, hanem egyik nap se dobjunk, tehát ne csak arra gondoljunk, hogy egy nap elmegyünk és teszünk valamit a természetért, a környezetünkért, az udvarunkért, vagy akár a szomszéd udvaráért, hanem az év minden napján próbáljunk meg erre gondolni. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, mint finanszírozó vesz részt ebben az akcióban, és hát természetesen a 111 fő is, az egész állomány közre fog működni. Nyilván 160 ezer emberhez ennél lényegesen nagyobb segítségre lesz szükség, de amit meg tud tenni az OHIO, az maga meg fogja tenni. Egy másik fontos gondolat, amit itt el kell mondani, hogy aki egyszer elmegy hulladékot összeszedni, aki egyszer már járt hulladékudvarban, aki csinálta már ezt, az a tudatossága szempontjából egy hihetetlen lépést tesz előre, fogja érezni annak a súlyát, annak a nehézségét, hogy eldobni milyen könnyű, összeszedni pedig milyen bonyolult, milyen nehéz. Az idei célunk a belterületi hulladékgyűjtés, tehát megpróbálunk most nem az utak mentén, a távoli országutakra kimenni, hanem a közvetlen környezetünkben a hulladékot összeszedni. Kérem szépen, hogy mindenki keresse át a közeljövőben, az elkövetkezendő időszakban, hogy a környezetében hol tudna hulladékot összegyűjteni.